Összedőlt épületekből mentettek ki vérző, súlyosan sérült embereket Hajdúszoboszlón. Tragédia szerencsére nem történt, csak Magyarország hivatalos mentőszervezete a Hunor gyakorlatozott városunkban román és bolgár mentőegységek részvételével. A Hunorhoz hasonló nehéz kategóriájú kutatómentőszervezet a világon mindössze 13 működik. Egy, kettő, három. Élethű körülmények között gyakorlatoztak a Hunor mentőszervezet csapatai. A 36 órás terepgyakorlat forgatókönyve szerint egy fiktív országban, Hunóriában egy ciklon rövid idő alatt rekordmennyiségű csapadékot hozott, ami miatt földcsúszamlás van és több folyó árad. A gyakorlat 9 helyszínen zajlott folyamatosan. A gyakorlatokat hűen szokták imitálni a pályaberendezők, tehát a Vöröskereszt nagy létszámban volt jelen, ahol egy-egy kár eseménynél 10-15 sérültet is ki kellett menteni, ugye úgy, ahogy a rendesen az életbe, ezeket fel kellett deríteni. Kutatóink voltak, voltak mentőegységek, akik ezeket a sérülteket kihozták, és persze ezeket át kellett adni a mentőszolgálatnak, ugyanúgy, mint a valós helyzetben, tehát vannak pszichésen zavart emberek, akikre kifejezetten oda kell figyelni, és ez nagyon igénybe veszi az állományt ebből a szempontból. A Hunor a mentésekhez speciális eszközöket is bevet. A mentőszervezet parancsnoka épp az egyik ilyet mutatja. Hogy itt lévő vasbeton szerkezetet tudunk kivágni, és az alatta lévő élő áldozatot úgy kell a vasbeton szerkezet alól kivenni, hogy a fejére nem esik rá a beton. Tehát ezt lerögzítjük, és van a betonvágó fűrészei, amely betonvágó fűrés segítségével úgy ki tudjuk vágni ezt a vasbeton szerkezetet, mint a dinnyének a légyét, és kiemeljük, és semmilyen por nem fújt a mentendő személyre, ez a tiszta vágás. Magyarország hivatalos mentőcsapata a Hunor 2 évvel ezelőtt szerezte meg az ENSZ nemzetközi kutatómentőcsoport által megfogalmazott irányelvek szerinti nehéz kategóriájú városi kutatómentő minősítést. A katasztrófavédelem akkor azt vállalta, hogy 2014 végére a mentőcsapat 3 váltást kiképzett állománnyal rendelkezik majd. A csapat a tavalyi és az idei bővítéssel elérte a szükséges létszámot. A Hunor 3. generációja most ezen a nemzeti minősítő gyakorlaton bizonyítja, hogy elsajátította a kutatásmentés nemzetközileg alkalmazott fogásait. A Hunor Budapesten 3, vidéken 6 óra alatt képes elérni a bevetési készültséget, külföldön 48 órán belül tudja megkezdeni feladatát. Bármikor riaszthatók, ők állandó készenlétet adnak, hivatásos állományúak. Az eddigi tapasztalatok akár gyakorlatokon, Olaszországba jártak, nagy Európai Uniós katasztrófavédelmi gyakorlaton, vagy a búváral egységünk részt vett a fölborult hajónak Olaszországba, ott merültek, tehát nem figyelemre méltó gyakorlatok voltak, de éles helyzetben is több alkalmazásuk volt. A magyar nézők is láthatták őket, mondjuk Szabolcsba, a hóhelyzetben megsemmisült elektromos vezetékek visszaépítésének heroikus munkájába. Részt vettek nagyon intenzíven, hosszú időn keresztül a Dunai árvízi védekezésben. Részt vettek a 3. kerületi ház fölrobbant gázrobbanás miatt fölrobbant házban a túlélők felkutatásában. Részt vettek Szerbiába éles bevetésen, most egy pár hónappal ezelőtt nagyon sikeresen helytálltak, és legutóbb a Drávánál kerültek alkalmazására. A Hunor mentőszervezet 10 napon át a világon bárhol teljesen önállóan tud dolgozni, a csapat a legnehezebb körülmények között is bevethető.